Egy sportág specifikus, gyors, könnyen kezelhető kommunikatív elemző programot álmodott meg Dupai János. Ez az egyedi sportszoftver megkönnyíti a magyar akadémiai rendszer dolgát, ugyanis a program elvégzi a klubok összes teendőit. Évek óta folyamatosan próbálom a lehető legjobb módszereket vagy eszközöket megtalálni ahhoz, hogy a játékosoknak egyrészt elemezni tudjam az leendő ellenfelünket, illetve a saját játékunkat a mérkőzést követően. Több szempontból is hasznos és innovatív ez a program, mivel található benne videóelemző felület, továbbá az adminisztrációt is nyomon lehet követni benne, játékos megfigyelésre ugyanúgy alkalmas szerintem ez a program, tehát rengeteg potenciál van benne. Igyekeztem azokat az igényeket beletenni, amit a sportkluboknál a mindennapokban használnak, tehát nem egy SAP rendszert akartam mondjuk áthúzni a sportvilágára, hanem alapvetően a másik irányból fogtam ezt a dolgot meg, és próbáltam egy olyan kényelmes rendszert és könnyen kezelhető rendszert kialakítani, amit szeretnek a klubok. Az én munkámat megkönnyíti, a játékosaimmal való kapcsolattartást megkönnyíti. Úgy gondolom, hogy ez mindenféleképpen időnyereség, és úgy gondolom, hogy hatékonyságában is előrelépés az elmúlt időszakhoz képest. A logisztikai feladatokat meggyorsítja, az adminisztrációt egyszerűbbé teszi a rendszer. Vannak benne emlékeztető funkciók, amik segítik a sportklubok vezetésének, illetve a sportklubok irányítását. Dokumentum kezelő funkciói vannak, illetve tárhelyek vannak még mögötte, amik a hatalmas videókat képesek elbírni. A legfontosabb funkció, hogy a klubok feltölthetik a meccsek vagy az edzések videóit, amelyeket az edző és a szakmai vezető is végignézhet, bármelyik jelenetet kivághatja és azonnal átküldheti az adott részletet az érintett játékosnak. A jelenet kezdő másodpercében kattintunk egyet a megfelelő ikonra, majd a jelenet záró másodpercében még egyet. Akkor ezt a 4 másodpercet, amit én most jelöltem, megállítja, illetve megvágta nekünk a rendszer. Beírhatunk szabadszavasan bármit, egy utasítást, hogy itt ezt és ezt csináltad, kedves játékos. Ezt követően bármelyik játékost ki tudjuk választani a keretből, úgyhogy elkezdjük a listából, kiválasztjuk őt a listából, ezt követően pedig a beküldés gombbal ő azonnal megkapja ezt a jelenetet, ezt a 4 másodpercet. Az edző értékelni is tudja a játékosokat egy 1-től 10-ig terjedő skálán, és kommentet is fűzhet az értékeléshez. A taktikai észrevételeit bármikor meg tudja osztani a teljes csapattal. Azért fontos számunkra ez a program, mert a Double Pass jelentés kimutatta, hogy adminisztrációs téren és a játékosok nyomon követésében is visszajelzése terén sokkal precízebben, sokkal jobb értékelést tudunk kapni. Sokkal jobb munkát tudunk végezni a program által. Úgy látom, hogy a gyerekeket, a játékosainkat érdekli, tehát ők szeretik azt, hogyha látják saját magukat, ezáltal fel tudjuk hívni akár a hibákra, akár az erősségekre a figyelmet, és van egy kommunikáció az edző és a játékos között, ami szerintem nagyon fontos szempont itt az akadémián. A matchmeetingen belül van egy kommunikációs kis fülecske, és akkor azon belül tudnak küldeni egymásnak a játékosok, vagy akár az edzés a játékosnak, hogy mit rontott el, és akkor abban tudunk azon fejlődni, hogy az jobb legyen. A játékos azonnal vissza tud jelezni, hogy elfogadja, és tudomásul veszi az edzői utasítást, és megtörténik a feedback, a visszacsatolás. Egy játékosról az összes mérkőzésének az összes labdaérintése a programban visszaköszön, illetve le lehet vetíteni gyakorlatilag egymás után. Látjuk, hogy mikor milyen teljesítmény nyújtott, milyen edzés munka mellett volt ő képes jobb teljesítményre, tehát a lehetőség végtelen. Az a cél, és az a legfontosabb dolog, hogy napról napra próbáljuk olyan napra készíteni a játékosainkat, hogy lehetőleg a legkevesebb hibával működjenek közre. Mivel ez egy csapatjáték, ezért nem csak az egyén technikai fejlettségi szintje fontos, hanem a taktikai elemeknek a összeépítése, összeállítása és a bizonyos minimális nüansznyi problémáknak a kicsiszolása, és ez a program kellően
hatékonyan tud segíteni ebben. A szoftver egészségügyi adatbank funkciója dokumentálja a rögzített sérüléseket, betegségeket. A sportorvosi igazolások érvényességének és a szerződéseknek a lejártáról figyelmeztetést küld a vezetőségnek. A hozzátartozók pedig az ifjú sportolók eredményeiről havonta egy összefoglaló értesítőt kapnak. Maga az adminisztrációs funkciók, a visszajelzések, az osztályzatok, az értékelések, azok futnak mindenféle platformon. A szoftver folyamatosan fejlődik. A klubok észrevételeikkel, ötleteikkel segítik a fejlesztést, alakítják, formálják a rendszert. Jelenleg magyarországi foci, kézilabda és kosárlabda csapatok próbálták a szoftvert. Több külföldi klub is érdeklődik, és az amerikai profi fociligától is érkezett megkeresés a programra.